Na és akkor most Kanári-szigetek. Igen, mert ezen a héten a Kanári-szigetekről fog jelentkezni a vlog, legalább még 4 epizód, és jövő héten is itt folytatjuk kedden, mert hogy összesen valami 8 napig leszünk itt, és bejárjuk mind a 7 szigetet. Nem, a fenét nem járjuk be mind a 7 szigetet, igazából 4 szigetet járunk be, de alaposan körbenézünk a környéken. Dióhéjban néhány mondatban a Kanári-szigetekről, méretben úgy kell elképzelni ezt a sok szigetet együtt, mint mondjuk Borsod megyét. Igen, egy nagyobb magyar megyét ad ki az összes Kanári-szigetek együttvéve, ahol körülbelül 2 millió ember él, és ezen a szigeten, ahol most vagyunk, Gran Canarián, 800 ezer, amiből 400 ezer itt a fővárosban. És bár Spanyolországhoz tartozik, azért alapvetően földrajzilag ott vagyunk Afrika mellett, nagyjából Marokkó meg Nyugat-Szahara van velünk egy vonalban, ami azt jelenti, hogy igen jó itt az idő az év legnagyobb részében, mert az óceán közepén is vagyunk, szóval nincsen ilyen gatyarohasztó meleg, hanem ilyen kellemes 25-35 fok van nagyjából egész évben, kivéve akkor, amikor Afrikából átsodor egy ilyen nagyon-nagyon forró légáramlatot a szellő, mert ilyenre is van példa, akkor egy 10 fokot hirtelen megugrik a hőmérséket, és mindent beterít a szaharai homok. És az, az igazság, hogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert a Kanári-szigeteken még az életben nem voltam, úgyhogy az Invia, amikor kitalálta, hogy nézzünk körül itt is, akkor egyből idegállapotba kerültem. Úgyhogy természetesen egyből igent mondtam erre a lehetőségre, és onnantól kezdve beindult a gépezet, az Invia megkereste azt a partnerét, aki a leginkább otthon van a Kanári-szigeteki utazásban, ami a Viasail utazási iroda. És az a helyzet, hogy éppen ezért ezt az utat most nem egyedül fogjuk körbejárni, hanem minden szigeten valaki más fog minket segíteni a Viasail részéről, és itt az első helyszínen nem akárki, hanem Vivien lesz a segítségünkre. Egyébként tök érdekes, hogy elmondták az inviások, meg elmondta Vivien is, hogy április meg május az a két hónap, amikor a legkevesebben jönnek a Kanári-szigetekre, pedig ilyenkor van a legcsodálatosabb idő, és ezt most nem feltétlenül lehet látni, mert minden nagyon borús, de ami a legdurvább, hogy az egész sziget az ilyen 40x50 kilométeres, szóval nagyon-nagyon pici, viszont hihetetlen különbségek vannak az időjárásban az északi és a déli rész között, és itt vagyunk most északon vagy északhoz közelebb Las Palmasban, de hogyha elindulunk egy 20 km délre, akkor konkrétan vakító napsütés van és nagyon-nagyon meleg. There's a magic I can't hold. Your smile, I've had it gold, and that you never seem to be in short supply. És nagyon kellemes kis település ez, amit nem csak azért mondok, mert itt az utcán öltözködnek a csajok, vagy legalábbis egy kicsit vonulnak félre egy lépcsőhöz, és hogy gyakorlatilag levetkőznek, hogy átöltözzenek és felpróbálnak egy új ruhát, hanem mert nyugis az egész, de közben mindenhol vannak gyönyörű történelmi emlékek, meg érdekes sztorik is. Ebben a házban itt mögöttem például maga Kolumbusz is megszállt, amikor elindult Amerikát felfedezni, viszont viszonylag hamar volt egy icipici probléma a pintával, aminek a hajólapátja egy icipicit megsérült, és akkor itt szálltak partra, hogy megjavítsák a hajót, és ameddig javítgatták azt a hajót, Kolumbusz meg pihengetett, addig ebben a házban élt, ami egyébként a kormányzónak a háza volt. Figyeljetek, hogyha elmentek egy bármilyen külföldi városba, főleg, hogyha az a város mediterrán, akkor a kötelező program, amit sehol sem szabad kihagyni, az a piac. Egyrészt, mert hihetetlenül jó illatok vannak mindenhol, meg olyan dolgokat látsz, amikkel otthon biztosan nem találkozol, vagy csak elvétve. Viszont itt olyan töménységben van meg mindaz, amit ez a térség jelent, a mediterrán térség. Lehet, hogy csak azért, mert én imádok enni, de minden esetre mindig valamiféle extázisba, vagy legalábbis izgalomba jövök, amikor egy piacon mászkálhatok. Ananász. Hi, Ben. Hey, ananász. Ananász, mert itt az ananász is megterem, annyira jó az idő. És nem olyan, mint a konzervből veszel ki, nagyon finom, édes. Na és ez itt a helyi banán. Nézzétek, meghámozza a banán, mármint, hogy duplán meghámozza. Na ez a helyi banán, mert a Kanári-szigeteknek van saját banánja, ami egy kicsit kisebb, meg egy kicsit görbébb, mint amit megszoktunk, de állítólag sokkal-sokkal finomabb, mert sokkal édesebb. És most ennek a próbája fog bekövetkezni. Nagyon jó! Ilyen pépes az egész, szóval nincsen semmiféle konzisztenciája, vagyis hogy van, de az pépes. Állunk a háromnapos banán otthon pont ugyanilyen. Igen, egyébként érlenik egy kicsit a kredence. Ez a kaktusz gyümölcs. Hát olyan, mint a majom agyvelő. Megpróbálom majd nem szájpadláson szúrni magam. Figyeltek! Ezek magok, amiket nem tudom, hogy itt kéne belekezdenem, azt mondta, hogy ráknyom el őket, ezt lehet, hogy egy helyi meg tudja csinálni, de...
én most azt anyám legyen. Kellemes, nagyon jó egyébként. Egy icipicit fanyar, és nyilvánvalóan, ahol ilyen meleg van, mint Gran Canarián, az ilyen gyümölcsök tudnak igazán jól esni a nyáron. Most megyünk kajálni, mit tudunk erről a helyről, vagy mit érdemes tudni? Meg egyáltalán hol vagyunk? Ez még Las Palmas, ugye? Igen, Las Palmasban vagyunk. Jobb oldalon a kikötő van, a bal oldalon meg már a Las Canteras tengerpartja, ugye az, a, ami a Las Palmasnak a tengerpartja. Ami a második legnagyobb városi strand a világon, vagy mi a pontos igen. definíció? Igen, a Copacabana után a világ második legnagyobb városi strandja. Oké, ki tudja gyorsan kimondani egymás után háromszor, hogy Copacabana. Copacabana, Copacabana, Copacabana. Á, én valahol elakadtam. Próbáljátok ki ti is. Ez az? Mert ez nekem jó? Úristen, na ezek a pincsók. Csodálatos élelmiszerek, csodálatos ételek. És azért nagyon nagy ez a strand, mert itt kezdődik, és aztán megy végig, és ott látjátok azt a kupolás épületet, na ott ér valahol véget. Erről most eszembe jut az első vlog epizód, a legelső, amit felvettem, amit a legtöbben még nem is láttatok, mert az valójában nem január 1-én készült, és nem erre a csatornára, hanem az úton utazós csatornára. És amikor tavaly októberben vettem fel, amikor Marbella környékén voltunk, és ugyanígy baktattam egy tengerparton, és fogalmam nem volt még arról, hogy mi fog ebből az egészből kisülni, és most nagyon hasonló a helyzet, baktatok egy tengerparton, csak azóta már megjelent 71 néhány rész, és tök jó ezt most ünnepelni újra egy ilyen jó kis tengerparton, még ha nincs is olyan nagyon-nagyon meleg. De mennünk kell tovább, mert vár minket egy rumgyártó üzem, úgyhogy húzzunk! Ezért baromi jó egy ilyen apró szigetre eljönni, mert igazából tök mindegy, hogy hova mész, nagyon-nagyon kicsi az esély arra, hogyha térülsz, fordulsz, akkor ne lássál magad mögött valami ilyesmit. A tenger, vagyis az óceánt. Szóval Las Palmas mellett van egy izgalmas hely, egy rumgyár. És a rumgyár az azért épülhetett ide, mert eredetileg itt voltak a cukornád ültetvények, amik a mai napig megvannak, és erre egy cukorfeldolgozó üzemet építettek, aztán rájöttek arra, hogy a cukornál jóval jövedelmezőbb rumot készíteni a cukornádból, és akkor megépült ez az üzem, ami állítólag világhírű rumot készít. Én még az életben nem hallottam a Kanári-szigeteki rumról, de hát legalábbis itt helyben világhírű. És az a jó hír, hogy most meg is fogjuk kóstolni ezt a rumot, hogyha bejutunk. Az van, hogy az első, magasabb állvány felel a különböző nem fontos dolgoknak a kivonásáért, és most ez alatt értem a vizet. Itt vonódik ki a víz a rumból. És a második, ez felel a víz kivonásáért, ez pedig az alkoholfok növelésért. A folyamat végén egy ilyen 70 fokos alkoholt kapunk, amit nyilván aztán majd sok ponton higítani kell, de hát valahonnan el kell indulni. És itt van a végeredmény, a rumok, amikből valamit meg fogunk most kóstolni. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy melyik lesz az. Oké, grazie. Robikám, te is igyál egyet. Unomász. Unomász. Grazie. Na, Robikám, 18 éves rum. Cheers! Kellemes ilyen. Most viszont mielőtt leítatnak minket, húzzunk innen gyorsan a következő helyszínre, és tényleg nézzük meg a vidéki Gran Canariát! Szóval most Agüimesben vagyunk, ami azért nem a világ legérdekesebb települése, viszont nagyon-nagyon aranyos és nagyon-nagyon helyes, és borzasztó jó a hangulata. Elsősorban talán azért, vagy sokat sorban, de minden esetre tény, hogy az itt lakó körülbelül 90%-a kubai. És szokták mondani, hogy a Kanári-szigeteknek a lakossága kulturálisan sokkal közel van Dél-Amerikához, mint Spanyolországhoz. Hát ez azért van, mert konkrétan nagyon sok itt a dél-amerikai, például kubai, meg mexikói. És ő pedig itt Mariquita Dolores, egy néni, aki arról volt híres, hogy mindenféle dolgot árult itt a téren, és a gyerekeknek meg cukorkát adott, és annyira hiányzott a gyerekeknek, amikor ő elhunyt 2002 környékén, hogy csináltak egy szobrot neki. És azóta
A cukorka nem olyan finom, mint régen volt, de lehet emlékezni Marikitára. Körülnéztek, az a helyzet, hogy nincs itt semmi nagy megfejtés, de nagyon-nagyon kellemesek ezek a kis utcák. Nagyon jó itt sétálgatni, és főleg az a jó, hogy egész évben ilyen baromi kellemes idő van. Tény is van, látjátok? Itt vannak nénik. Jaj, hát ez nagyon-nagyon baba. Ez nagyon tetszetős. És ott is egy néni, tele van minden nénikkel. A fiatalok ugyanis... Találtam még egy gyerekes dolgot, de mire odaérünk, addig elmondom. Szóval a fiatalok azok beköltöztek a nagyobb városokba, Las Palmasba, és emiatt aztán vidéken főleg nénik maradtak meg bácsik, meg teve szobrok, azért, mert régebben ilyesmivel közlekedtek errefelé tevékkel, de most már inkább csak szoborként vannak jelen, meg különböző állatkertekben. Most már az emberek inkább autókat használnak a szigetek között, meg kompokat, meg repülőket. Kubai nyom, Che Guevara a falon. Aki mondjuk nem is kubai, hanem argentin, de azért van egy erős kubai kötődésen a... Na hát figyeljetek gyerekek, meleg kenyeret fogunk enni. Jót most megpirította, bekeni fokhagymával, ez nagyon jó gyerekek, ezt ott is ki lehet próbálni, és a végén meg paradicsomot vág rá. És az egyik, hogy a paradicsomot nem mindegy, hogy hogyan vágott ketté, vagy figyeljük, szóval nem úgy, ahogy gondolnád, hanem így. És emiatt aztán tök jó rá lehet kenni az egészet a kenyérre, és eszeveszett finom. És ez körülbelül olyan 20-23 másodperc alatt elkészíthető reggeli. Grazie. Úristen, az a helyzet, hogy én szoktam ilyet otthon csinálni, és amikor otthon készítem, akkor mindig arra gondolok, hogy pontosan olyan, mint amikor a mediterrán térségben eszem ugyanezt, de nem, gyere, szagold meg! Szóval, hogy ez, valahogy otthon ez nem jön ki. Csücs, gyere, együnk! Jó étvágyat! De ez nem friss. De ez friss. Hát nem azt mondom, hogy egy első randis kaja, vagy igazából csak akkor azt mondom, mind a ketten ezt teszitek. De most, de hogy mi ketten már... Friss az íze, olyan friss dolog, hanem már nem. Fokhagyma azért üt. Kaktusz. Ah, ezt kóstoljátok meg. Ez micsoda? Lesz. Egy kaktuszlé. Nem mondod. De, de. Egészségetekre. Egészségetekre. Kicsit, mint a céklalé, nem? Igen, azt nem is, fanyar, ez nagyon jó. Ne, nem fanyar, hanem cékla. Na. Csapassuk tovább. És az előbb ittuk a kaktuszt, vagyis a kaktusznak a levét, és az egészen pontosan ez itt, ennek a kaktusznak ittuk a levét. Szóval mielőtt a spanyolok idejöttek volna, azért itt laktak emberek, méghozzá nem is akármilyenek, hanem az egyik legkülönlegesebb népség egész Európában. Igen, ugyanis itt Afrika mellett 190-195 centi magas, szőke, kékszemű embereket találtak a spanyol hódítók, ami azért nem gyakori, és megpróbálták kielemezni utólag az ő genetikai kódjukat, és nagyon úgy néz ki, hogy valamiféle berber, egyiptomi, baszk és viking keveréknép élt itt ezeken a szigeteken, és nem is akárhol, hanem ilyen mindenféle barlanglakásokban, amik azért ezért voltak borzasztó praktikusak, mert hogy mindig kb. 20-25 fok volt bennük, ami télen kellemes meleg, nyáron meg kellemes hűvös. És ezek ilyen nagyon békés, nyugodt emberek voltak, akik főleg kutyákat tenyészhettek, egyébként innen jön a szigeteknek a neve is, nem a kanári madaraktól, hanem a caniszóból, ami latinul a kutya, illetve az ária, ami az eredeti kanári szigeteki nyelven a szigeteket jelenti. Tehát ez a kutya sziget, a kutyák szigete, gyakorlatilag ez a kanári szigetek. És ezek a népek, ezek a gáncsék, akik itt laktak eredetileg, ők nagyon elszomorodtak, amikor megjöttek a spanyol hódítók, mert alapvetően nem szerettek háborúzni, békében boldogságban éltek, úgyhogy zokon vették, amikor a spanyolok elkezdték őket lemészárolni, meg rabszolgahajóra pakolták őket, átvitték a kontinensre, és alapvetően úgy védekeztek ellene, hogy hát elég sokan öngyilkosak lettek. Akiket meg elhurcoltak innen, azok meg nem voltak hajlandóak enni szintén szomorúságukban, úgyhogy lényegében ők is öngyilkosok lettek. Ezzel együtt az ő örököseikének a mai napig a szigete, legalábbis amikor kielemezték a Kanári-szigeteken élő embereknek a genetikai kódját, akkor arra jutottak, hogy a sokkal inkább ez a Guanche keverék kód, mint a spanyol, úgyhogy emiatt van az, hogy itt a szigeteken élő emberek azok jóval magasabbak, mint általában a spanyolok, és a mai napig ilyen 190-195 centisek, csak már nem szőkék és kékszeműek, hanem fekete hajúak. Ez az ágy, ez a kanári ágy, ez 130-as, és a mai napig használják egyébként tehát a spanyolok. De hogy ezen egy pár él. Szükségszerűen összebújva, ha jól értem, mert igen, egy 130 centi széles ágyon. Igen, ezt, amikor én ide költöztem, a páromnak is egy 30-as ágya volt, és így mondtam, hogy hogy tud ezen aludni, én hozzájuk szopva az egy 80-as ágyhoz, és akkor mondta, hogy nem, ezt tartja közel a párokat egymáshoz, és igaza van egyébként, hogy egy 30-as ágyon muszáj összebújniuk, úgyhogy... Annyira békeszeretőek voltak, meg annyira kedvesek voltak ezek az emberek, hogy amikor megjöttek a spanyolok, és azok elkezdték mészárolni a kecskéket, már ettől is elszomorodtak. Amúgy elég tragikus ez, hogy itt voltak ezek a kedves emberek, nyugodtan éltek, igazi boldogságban.
szóval egy olyan utopisztikus társadalmat valósítottak meg, többé-kevésbé, amilyenről a mai napig álmodnak az emberek vagy a hippik, főleg, hogyha majd elmesélem, hogy mit műveltek egy másik szigeten néhány adás múlva. És akkor idejöttek a spanyolok, és addig gyakták őket, ameddig teljesen ellenpusztították az ő boldog kis társadalmukat. Igazából ezt vették a legjobban zokon, hogy elvették tőlük a boldog életüket, és érthető a felháborodásuk. És most együnk egy kis csúroszt, mert ugye itt vagyunk Afrika mellett, de ahogy tegnap már elmondtam, határozottan spanyol a hatás. Mi itt szoktunk minden reggel csúroszozni, amikor mielőtt indulunk kirándulásra. De az nem azzal jár, hogyha az ember minden reggel csúroszozik, hogy 38 évesen valami szív- és érrendszeri problémába hal bele? Mert itt gyakorlatilag olajban kisütött tésztáról van szó, nem? De nagyon finom. És a sült olaj szaga az már is megtölti a levegőt. Bemegyünk a konyhába, alá, és megnézzük, hogy hogyan készül a csúrosz. Abból a tuszból kitölti a tésztát az olajba, és látjátok, hogy kellően forró az olaj, de az olyan, hogy egy elég nagy szagerszívó berendezés működik itt. És tulajdonképpen ennyi. Nem ez a legdiétásabb étel, amit valaha hátán hordott a föld, de tényleg finom. Gracias. Nézd, én már kaptam is egy csúrosz. De jó. Látod? Na? Na jó, nem rossz. De te nem is szereted annyira a csúroszt, nem? Nem, az igazat megválva nem szeretem a csúroszt. Akkor most a mi kedünk kérdezhet, hogy legyen egy jó vágó képünk? Nem, hát nem utálom, tehát meg tudom enni, de úgy igazándiból szerintem a lángos sokkal finomabb. Vivien csak becsületből eszik, a viaszért nem teheti meg, hogy a Kanári-szigeteken úgy tesz, mintha nem lenne finom a csúrosz. Egyébként tényleg finom. Egy kis csúroszsír van az objektíven, úgy nézem, látod? Igen. Majd letöröljük. Na, most, hogy jól bereggeliztünk, köszönjük szépen! Szóval most, hogy jól bereggeliztünk, mehetünk is felfedezni a sziget további eldugott zugait, és nem tudom, hogy pontosan hogy jön ez ki, de minden egyes országnak van egy saját verencéje. Kínának is van saját verencéje, amit már megnéztünk a kínai adásban. És most egyszerűen megnézzük Gran Canaria Velencét, ami a képek alapján azért nagyon-nagyon messze van Velencétől, viszont elég jó pofán néz ki. Érzed ezt? Egy igazi mediterrán halászfalő, és annak azért van egy illata. Tenger, hal, hajó. Igen, gyakorlatilag itt ilyen afrikai nap van, szóval, hogy úgy süt a nap, mint Afrikában, mert hogy ez konkrétan az afrikai nap. De mennyire kellemes ez itt mögöttünk! Az ott nagyon-nagyon kellemes. Magáról egyébként azt kell tudni, hogy itt az év 365 napjából 360 napon keresztül nem fúj a szél, és Robi nagyon-nagyon szépen összegezte ennek a szigetnek a szépségeit, amik abban érhetők tetten, hogyha arra van szükséged, hogy fújjon a szél, mert mondjuk szörfözni akarsz, akkor arra van egy hely. Utazol 20 kilométert, akkor van egy olyan hely, ahol sosem fúj a szél. Ha napra vágysz meg melegre, akkor utazol újabb 5-6 kilométert, és egy olyan helyre kerülsz, ahol afrikai meleg van. Ha meg azt mondod, hogy egy kicsit borúsabb időre vágynál, mert eleged van a napból, utazol újabb 20 perc és eljutsz egy olyan helyre, ahol mindig borús az idő. Szóval gyakorlatilag minden turisztikai problémára van megoldása ennek az apró kis szigetnek. Ez a mini Velence azért, mert van itt egy kikötő? Nem, nézzük már meg itt is a csatorna. Ja, hogy az a mini Velence. Az az egy csatorna? Igen, szóval tényleg, hát ahogy mondtam nektek, hogy gyakorlatilag mindenre, ahol van egy kicsi víz, rámondják, hogy az Velence. De az tény, hogy ez például, ez a hely sokkal-sokkal közelebb van Velencéhez, mint mondjuk Hódmezővásárhely. Igen, Hódmezővásárhelynél sok nagyságrenddel közelebb van Velencéhez az, ahol ilyenek vannak. És ez nem azt jelenti, hogy bármi problémánk van Hódmezővásárhelyen, csak hogy a Velence skálán az kevesebb pontot ér el. Arról akartam az előbb beszélni, hogy miért van rajtam a kalap. De te senkit se érdekel. Mert ifjú életem... Nem, ez egyszerűen nem érdekel.
egyetlen egy napszúrásomra emlékszem az ifjúkoromból, az utolsóra, amikor egész nap hánytam és rosszul voltam, és ez 24 évvel ezelőtt pont ezen a rohadt szigeten történt, hogy én kint játszottam a rohadt tenger... sziget szó összetétel az az, amire az Invia gondolt, amikor elküldött ide minket. Nem. Tehát hogy ez mindenképpen jelenjen meg az adásban, azt hiszem, hogy le is volt írva. A rohadt csak az, hogy 24 évvel később még mindig aktívan él bennem az élmény, hogy mennyire rossz napszúrással otthon fetrengeni, illetve a hotelszobába. És te azóta gyakorlatilag ebben erre az egyre emlékszem. Ja, Istenem, ez a tengerillat, ez annyira tengerillat, ez annyira tengerillat, mint amennyire semmi sem tengerillat. Jó, hát itt azért még van tengeri élővilág, úgy nézem, hogy nem halt ki teljesen az óceának ebből a szegletéből. Működő vízállati vulkánok is vannak itt a szigetek között. Azt egyébként. Ezt tudtad, Robi? Persze, gondolom. Robiék elmentek csinálni néhány drónfelvételt, én meg kijöttem ide a strandra, hogy itt csináljak néhány snittet nektek, és miközben ezeket a snitteket csinálom, arra kell nagyon-nagyon odafigyelnem, hogy ne égjek rommá, és az a helyzet, hogy van az embernek valami elképzelés a fejében arról, hogy milyen lehet a napsütés április elején, de hogy itt egyáltalán nem olyan, ez tényleg nagyon masszívan Afrika, és ez azt jelenti, hogy itt fölöttem a nap az körülbelül 3-4-szer erősebben süt, mint amire lelkiekben felkészültem. Igen, akinek van gyereke, az nagyon-nagyon tudja értékelni azt, amit itt lát, hogy van egy tenger, nem nagy hullámokkal, egy védett öbölben, a gyerek az be tud szaladgálni, folyamatosan kellemesen meleg van, a víz hőmérséklete sem nagyon-nagyon vészes, és itt tök jól el lehet mászkálni egy védett területen úgy, hogy igazából a gyereknek nagyon-nagyon nincs hova szaladnia. Nem olyan könnyű innen kiszökni, és közben nyugi van. Ah, kellemes. Kellemes, ez abszolút fürdőzős víz. Are you vlogging? Yes, I'm vlogging. Yes, yeah, so you're a YouTuber. Yes, I am. Yeah. Well, Chaba, nice to meet you. Hi. Emma. Chaba, nice to meet you. What's your name? Chaba. Chaba. Emma? Yeah. And Emma. Liana. Okay, where are you from? Norway. Norway, okay. Yeah. Are you filming now? Yeah, always. Can you tell us something about this place? Why is it cool or why it isn't? It's really cheap alcohol. And what do you like here? And the same as the alcohol. Szóval, hogyha valakit érdekelne, hogy miért érdemes eljönni erre a helyre, akkor érdemes megkérdezni ezeket a hölgyeket, és ők azt mondják, hogy az alkohol, ami legalábbis utal arra, hogy itt a fiatalok is jól tudják érezni magukat, azok, akik elsősorban alkoholra vágynak, de azért ez egy nyugis hely a látszat ellenére. Bye! Bye. Na, maradt 20 percünk, csípjük el azt a hajót! Indulunk Mogánból. Igen. És Amfinál szálljunk le, igaz? Igen. És ezzel azért figyelmeztetsz, mert feltételezed, hogy magunktól nem szállánk le, mert nem vagyunk eléggé képben. Mert egyébként egy teljesen jogos feltételezés. Hiszen most... Szóval most Vivien nélkül maradunk, mert ő hozza utánunk az autót, hiszen autóval jöttünk ide, és valakinek oda kell vinni, és emiatt aztán egy kicsit zavarban is vagyunk, mert annyira megszoktuk már, hogy ő kísér minket mindenhol, meg mindig elmondja, hogy hova kell kanyarodni, meg ilyesmi, úgyhogy most kapunk egy ilyen kis leírást egyrészt, hogy mit fogunk látni, másrészt meg, hogy hol szálljunk le. Szia! Nem sokára talán. Itt vagyunk a hajón, és elfoglalunk egy igen-igen kellemes helyet, hogy egész végig remekül tudjunk filmezni nektek, nyilvánvalóan a hajó bal oldalán. Tényleg szépen negyed van, egészen pontosan 4:12-kor érkezünk, és elvileg 1 óra lesz az utazásunk, és azt kell tudni erről a hajó útról, hogy olyan 9 euró egy irányba és 15 euró két irányba, szóval olyan 4500 forintból meg lehet járni oda-vissza, és az olyan 2 óra utazás, hogyha valaki esetleg kétszer is szeretné ugye azt a partszakaszt látni. Szegény Vivien lemarad erről, hogy autózzon, de hát ő már úgyis látta, hogy 700-szor, nem? Yeah, I'll stay here. I'll stay right here. És itt már eszeveszett jó menetszerünk van, ami a legcsalókább dolog a világon, mert az embert meggyőzi arról, hogy igazából nincs is olyan meleg, úgyhogy nyugodtan el lehet ücsörögni egész nap a napon. Hát egy nagy büdös lószart, a Kanári-szigeteken sosem lehet egész nap elücsörögni a napon. Viszont ez borzasztó kellemes. Nagyon-nagyon jó.
melegben igyatok nagyon-nagyon sokat. És ez már Amphiol, újra találkozunk Viviennel, egyesítjük az erőinket és eszünk valami nagyon finomat. Csak előtte megnézzük Amphiol. Friss naptej illatát hozza a szél. És most egy egészen különleges strandra fogunk belépni itt Amphiban, és azért különleges, mert ez a homok, ami most lépkedek, ez nem itteni homok, hanem ezt konkrétan elhozták a Karib térségből. Jaj, de nagyon-nagyon kellemes a víz. Be akarok menni, de nincsen se fürdőruhám, se időm az ilyesmire. Hi. És ilyen kedves lányok vannak itt mindenfele. Sorry, where are you from? I from tell the speaking Spanish. Okay, Spanish. No English. No, okay. Igen, az van, hogy azért spanyolok annyira nem nagyon beszélnek más nyelveket, még a fiatalok sem. Elvileg őket már tanítják angol nyelvre. De hát ez egy világnyelv, ugye úgy vannak vele, hogy igazából többen beszélik anyanyelvként, mint az angolt, úgyhogy ha valaki akar valamit, azt tanuljon meg spanyolul. Ami egy olyan félig meddig védhető álláspont. Arra esetleg van bármilyen tudományos megoldásatok, hogy mit csináljon az ember, amikor kijön a strandról és csupa homok a lába, és fel szeretne húzni egy cipőt, akkor azt okvetlenül osszátok meg velem odalent kommentben. Ott jön a csaj, szaladjunk! Ugyanis valaki bevágott elénk egy tuti parkolóhelyre, de most megelőzik, hogy legalább az étterembe előtte üljünk be, mert hogy ez az étterem, ahol mindenki akar lenni, aki a környéken lakik, mert aki a helyi viszonyokban járatos, ez nem egy turistás hely, hanem ez egy elsősorban a Kanári-szigeteken élőknek fenntartott étterem, ahol állítólag őrületesen jó tengeri kajákat lehet enni a tengerparton, és mögöttünk van egy iparnegyed, talán azért sem annyira fancy ez a hely. De hát mi nem fancy helyet keresünk, hanem igazi, autentikus éttermeket, és ez most pont olyan, és még nincsen sor. Bezzeg fél óra múlva. És hoppá, van egy asztal pont a tengerpart mellett. Nézd meg, a lehető legjobb helyen lett egy asztalunk. Szóval, hogy annyi helyre ülhettünk volna, de itt. És ott van egy félmesztelen csak. Szóval ez egy ilyen paprikás polip, ugye? Ilyen szószosz van, nem? Paracsosz. Nagyon jó. Ez pedig a papaszarugár, ez mohó szószal. Tipikus kanári étem. Kostolnak, ezt így kell lenni héjában, sőt. Nagyon jó kis pikáns szósz. Krumpli, tehát ez nem egy nagy megfejtés, de nagyon jó rajta a szósz. Őrült jó. Figyeljetek, nagyon sok ismerősöm nem meri megpróbálni az ilyen ételeket, amikor külföldön jár, mert hogy mennyire gusztustalan, meg hogy néz már ez ki. Meg kell kóstolni, mert nagyon finom, és valójában az, hogy gusztustalannak tartjátok néhányan, az csak abból fakad, hogy még sosem ettetek belőle. De higgyétek el, megéri. Nagyon praktikus magyarok vagyunk, a megmaradt vizet azt elcsomagoltatjuk magunknak, de hogy 46 euró a teljes számla, amilyen 13 ezer forint, és gondoljunk bele, hogy hárman degeszre zabáltuk magunkat, hülyére ettük magunkat, fejenként ilyen 4 ezer forintval úgy, hogy ittunk is, és hogy értitek, nem szafaládét ettünk, hanem mindenféle jó tengergyümölcsét. De bent az emberek még mindig nagyon jókedvűen és viszonylag lazán kajágatnak, nem zavartatva magukat, ami persze bármelyik étteremben teljesen természetes lenne. Viszont egy olyan étteremben, ahol az étterem előtt ilyen sorok vannak, szóval az egy elég speciális helyzet. És tök fura, hogy itt a spanyolok egyszerűen nem tanulják meg, hogy egy kicsit előbb ide kéne jönni. És az adást meg az egész Gran Canarias blokkot azt itt zárjuk, mert holnap elutazunk egy másik szigetre, és ennél méltóbb hely nem is lehetne a blokk lezárására. Ezek azok a homokdűnék, amik nagyon-nagyon híresek, és akárki errefele jár Maspalomas környékén, az mindenki meglátogatja. Egyrészt, mert olyan, mintha egy idegen bolygón lennénk, mindenhol homokdűnék vannak, és ott meg mögötte az óceán. Másrészt meg azért, mert nagyon izgalmas a sztoria. Ezt a rengeteg homokot ugyanis 200 kilométerről Afrikából hordta ide a szél évezredek alatt, és volt még egy nagy löket, amikor Lisszabont elpusztította egy cunami, na állítólag akkor még néhány tonna homok ide került, és akkor alakult ki ez a hihetetlen képződmény, aminél jobb záróképet el sem tudnánk képzelni. Úgyhogy élvezzük most ezt, és holnap találkozunk egy másik szigetről. Sziasztok!
adásban Fuerteventurát fogjuk bemutatni nektek. Az ott Fuerteventura. Jó, ennél kicsit részletesebben fogjuk bemutatni a szigetet, de nem sokkal részletesebben. Egészen biztosan nem ez a valaha készített, legkidolgozottabb adásunk, de hát alapvetően nagyon korán keltünk, ismerkedünk a szigettel, és különben is itt vagyunk egy állatkertben, ahol Robi drónjára mindenféle ragadozó madarak vadásznak. Se baj, ugorjunk vissza a reggelre, amikor elindultunk Gran Canariáról. Reggel 7 óra 10 perc van, ami egyébként itt a Kanári-szigeteken annyira hajnalt jelent, hogy a hold még nagyon-nagyon masszívan fent van. És ez annál is inkább hajnal nekünk, mert rendszerint olyan 1 óráig szoktunk vágni, szóval olyan 5 óra alvás után felkeltünk, összecuccoltunk azért, hogy átmenjünk Fuerteventurára. És az a helyzet, hogy tök jó volt nekünk itt Gran Canarián, úgyhogy egy kicsit hiányozni fog. Szia, Barceló Margaritas! What doing when that fuck, what doing when that fat boy's trippin'? Hoppá! Hol nem akartam menni? Megvan a propeller, amit annyira szerettél volna. Üljünk egy hátrébb, nem? Most Fuerteventurára megyünk, ezzel a kis légcsavaros géppel, ami azt jelenti, hogy valószínűleg hangos utunk lesz, de nagyon-nagyon rövid, mert fél óra alatt átérünk egyik szigetről a másikra, ami azt jelenti, hogy kb. Felszállunk, aztán süllyedünk. Lehozott mindenkit Fuerteventurán, és ha minden igaz, itt már vár is minket. Kriszti! Hello! Szia, szia, Magyarorsi Csaba! Szia, szia! Szia! Mert hogy mondtam nektek, hogy minden szigeten más kísérőnk lesz, és viaszéltő most Krisztina fogad minket, de ha minden igaz, akkor mi csak néhány percet leszünk együtt most, ugye? Igen. Hoztál nekünk vizet? Igen, jaj, kaját! Kaját! Körülbelül egy 50 perces út vár ránk, és akkor megérkezünk az Oázis Parkba. És közben ilyen kiváló zene szól. És Kriszti hozott nekünk szendvicseket, ami ilyen jó fejség már tőle, nem? Valami kecskesajtos, mert hogy ez a sziget erős kecskesajtban, gondolom kecskékben is erős, és meg is fogunk látogatni valami kecskefarmot. De most megesszük azt, ami a kecskefarmból jön. És meg is van második kísérőn Geri. Mert ő Kriszti csak egy pillanatra ugrott be mellénk, de most Geri fog elvinni minket mindenféle állatok közé. Szia, Magyarorsi Csaba! Hello, Rózsa Gergely! Szóval mit csinálunk meg? Mi van itt? Hova megyünk be? Megyünk az Oázis Parkba. Amilyen állatkert lényegében? Állat és növényrezervátum, a legjobb a szigeteken. Akkor pattanj be hátra. Jó. Szóval itt elég meleg van. Igen, most ilyen kalimás cucc van a szigeteken. Lőjük be valami. Ja, kalima, ez az, amikor ez Afrikából jön a levegő, ugye? Ez a tegnap végén, amikor 10 fokkal több. És hogy tegnap érkezett meg ez a meleg levegő? Nem, ez hogyan? 3 napja itt van. És ez hogyan történik? Hogyan kell elképzelni, hogy az ember ücsörög és érzi, hogy egyszer csak így elkezd növekedni a hőmérséket? Mert ez a 10 nem, fok ez az... ücsörög, ez este, általában éjjel megjön ez a cucc. Másnap minden ablakot jó bezárni, mert nem lesz jó. Az van, hogyha eljössz egy olyan területre, ahol spanyolok élnek, akkor az első dolog, amit meg kell jegyezned, az, hogy ne idegeskedj semmin. Például, hogyha fogsz egy bérautót, azt elhozod azzal, hogy tele van a tankja, és kiderül, hogy tök üres, akkor ne idegeskedj. Hogyha eljössz egy állatkertbe, ahol le van beszélve a program, és elvileg mindenki vár téged, ami azért sem árt, mert van egy nagyon feszített programod, de kiderül, hogy elkevertek valami papírt, aminek 4 napja itt kéne lennie, és emiatt fél órát kell várnod arra, hogy bejuss a parkba, ne idegeskedj. Megjött a papírunk! Viszont ez nagyon kellemes. A Bálint barátai is nézd meg, hogy szóval, hogy itt vagyunk egy olyan szigeten, ami rettenetesen kopár, de a jó értelemben, és a rettenetesen kopár jó értelemben az úgy néz ki, hogy olyan, mintha egy másik bolygóra kerültél volna. És akkor hirtelen belépsz egy ilyen állatkertbe, és ez itt maga az afrikai dzsungel? Hát végül is Afrikával vagyunk egy vonalban, és pálmafák vannak körülöttünk, azok meg ott flamingók. Nézzétek csak a krokodilok. És mit tanultunk múlt héten a krokodilokról? Hogy nem öregszenek, csak nőnek.
Aztán ilyen döglenek, mert már nem tudnak elkapni egyetlen zsákmányt sem. Az oázis parkról azt kell tudni, hogy eredetileg nyilvánvalóan nem volt itt ilyen vegetáció, hiszen a szigeten sehol sincs ilyen vegetáció, hanem alapvetően volt itt két teve, egy néni meg egy bácsi, és ők hát lehetőséget biztosítottak a turistáknak arra, hogy felüljenek ezekre a tevékre. És olyan sokan jöttek a német turisták, olyan sokan akartak tevegelni, hogy rájöttek arra, hogy ebben van üzleti lehetőség, és elkezdtek mindenféle állatot összevásárolni, azért, hogy legyen mit mutogatni a turistáknak, de nem csak nekik, hanem a helyi diákoknak is, hiszen az itt lakók azok jellemzően semmilyen állatot nem látnak, hiszen egy nagy sívó pusztaság az egész sziget, ami mondjuk nem árt a szörfösöknek, nem árt a nyaralóknak, de itt lenni diáknak azért az botanikai és állattani értelemben keserves. Szóval elkezdett nőni ez a park, ami már a hatalmassá vált, és a megközelítés az nagyon-nagyon állatbarát, ami azt jelenti, hogy igyekeznek minél kevesebb állatot ketrecek mögött tartani, és főleg csak azokat elszeparálni, amik vagy nagyon megszöknének, vagy nagyon megennének valakit. Nézzétek, ott lehet látni, hogy hogyan néz ki ez a táj igazából. Kopár. Itt viszont borzasztó gazdag a vegetáció. És itt aztán fogunk látni zsiráfokat, meg fogunk látni fókákat, meg Isten mindenféle teremtményét. Én a vízilovakkal vagyok. Mire jöttünk rá? Szóval nagyon szép ez az állatkert, de hogy úgy nagyon. Tehát nem az van, hogy ilyen kicsit szép az állatkert, hanem nagyon. Előfordulhat, hogy esetleg dinoszauruszokat is fogunk látni? Ahó! Ahó! Megvannak a fókák, akikkel én most valamit közösen fogok csinálni. Nekem sem teljesen tiszta, hogy mi fog itt történni, de megyek a fókákhoz és csinálunk együtt valamit. Te van! Velük fog valami történni. Majd legyetek nagyon-nagyon kiméletesek, jó? Nem sokára jövök, csak átöltözöm. Azt gondolom, hogy ez egy gyerekprogram lehet, ugyanis nincsen olyan méretű ruha, ami nekem megfelel, nem tudok benne mozogni, tehát ennél jobban nem tudok lehajolni. Nem lehet összecipzározni, fáj benne a lépés, fáj benne a levés. Ott a fóka, én ahhoz be nem megyek. Elmondtak valamit, hogy nagyon-nagyon fontos, majd nem értettem, hogy mi az, ami nagyon-nagyon fontos, de elmondták, hogy ez azért fontos, mert 300 kilós az állat. Ezt ki tudnám hagyni? Szóval, hogy van egy ilyen lista, hogy mi az, amit ki akarok pipálni az életemben, és elég jól haladok ezzel a listával, de az, hogy egy fóka nyalja a fülemet, az nincs rajta ezzel a listán. Nagyon remélem, hogy az elmúlt 24 órában nem ettem semmiért, amit ez az állat szokott enni, és nem érez meg rajtam olyan szagot, amit esetleg finomnak tartana. Nem gondolom, hogy természetes az, amikor az embert egy 300 kilós élőlény puszégatja. Ez a műsorszám addig lesz érdekes, ameddig valakinek ki nem harapja a fél arcát. Mindenkinek az arcán ott van az őszinte aggodalom és a rettegés. Ez a műsorszám olyan, hogy a partról nézve mindenki minket irigyel, mi meg azokat irigyeljük, akik a parton vannak. Minden pénzt megér látni az arcodat. Minden pénzt. Utoljára a gimnáziumban láttam ilyen arcot neked, amikor dolgozatot írtunk. Nekem ennyi elég volt, szóval, hogy van az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy nem jó dolog is teremtményeivel játszani, és azt gondolom, hogy ez az eset. No, you don't move, okay? Okay, but I'm done. You sit down, please. Okay, but I'm no, he come with you, okay? You sit down, okay? Okay, but I don't do this anymore. No, they are one with animals, okay? The animals no comfortable if you move here, okay? Okay, then we go out. No, you sit down, he go with you, and you don't want to do this. Okay. No, yeah. Sose értettem azokat a hírességeket, akik részt vesznek mindenféle műsorban, és ott pókokat, meg csótájakat, meg hasonló hülyeségeket tesznek. Nem, egyszerűen, hogyha az embernek valamihez nincsen kedve, akkor mondja azt, hogy nem. És nem ciki egy ilyen helyzetben felállni, és azt mondani, hogy engem ne tologasson össze-vissza egy póka, vagy rozmár, vagy mi a szar ez. Merjetek nemet mondani. Nemet mondani egyébként tök jó. Az a helyzet, hogy a program tervezésekor az Inviánál mondták, hogy el fogunk jönni erre a helyre, és én nem nagyon értettem, hogy mi keresni valónk van itt, hiszen egy állatkert az állatkert akárhol vagy a világban, de nem, szóval ez sokkal kellemesebb, mint amit megszoktunk a vegetáció miatt, a környezet miatt, tök barátságos az egész, és azért alapvetően más hangulat pálmafák és banánfák alatt sétálgatni, mint egy lombhullató erdőben. Na ez itt már tényleg olyan egy kicsit, mint Afrika, nem? Szóval, hogy így okay, így egy állatkert, így teljesen állatkert. Viszont az úgy, maga a természet. És nem is kell ennyire bezoomolni, mert hogyha kizoomolok, még ez is
Maga a természet. És én nem tudom, hogy mit akarnak ennyi dromedárral kezdeni, de azt elmondták nekem, hogy a tejével elkezdtek kísérletezni. Ugyanis a dromedár tejében nincsen laktóz, nincsen benne cukor, és tele van vitaminnal, úgyhogy állítólag nagyon-nagyon egészséges. És ezen a gondolatmeneten véghaladva, meg figyelembe véve a globális felmelegedést, lehet, hogy egy 100-200 év múlva ilyeneket fogunk megfejni Magyarországon. Melyik részed adja ki ezt a hangot? Ez a torkod vagy a gyomrod? És újra itt vagyunk a jelenben, amikor Robi drónjára mindenféle madarak vadásznak. Nem félted szegénykét, hogy valami madár levadásza? Mit láttad? Nem nagyon, a hölgy szólt, hogy... Mellette volt azaz madárka, nagyon érdeklődött. Az egy sas? Igen. Igen. Egy sas madár támadt a drónra? Hát közel ment hozzá. És megpróbáltál el? Nem harapott rá, csak nagyon. Nem ugrott rá, de... Ismerkedett vele, lehet, hogy csak barátkozni akart. Azt gondolta, hogy végre emberére akad. Hogy végre sasára akad. Saskodott vele, nem emberkedett, hanem saskodott vele. Így van. Sas-sasnak farkasa. Na? Erre valami? Erre nem lehet mit mondani, ez tenyert. Erre, ez nagyon magas. Erre helyiek sem tudunk mit mondani, nagyon jó volt. Bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high, flying high. Azt kell erről a helyről tudni, hogy ez Európa szörf paradicsoma, és hogy a szigeten jellemzően itt szokott a legerősebben fújni a szél, ezért is szörf paradicsom. De mi nem fogunk szörfözni, mert kiderült, hogy ennyi idő alatt nem lehet megtanulni szörfözni, amit egyébként én sejtettem is. Úgyhogy most azon gondolkozunk, hogy akkor ezt mivel lehetne helyettesíteni, és azt találtuk ki, hogy rálok egy deszkára és evezni fogok. Akkor rogyasztással kezdek, és egyszerűen evezek, és ez a lényeg, hogy megyek előre. Ja, igen, és cserélgeted olyan 3-4 húzásonként, hogy viszonylag könnyen fordul ez a deszka. That's all I need to know. For now, yes. Oké, a gyerekek, az oktatás az lényegében abból állt, hogy ezt felvettem a vállamra, és kész. Mondjuk egyelőre azt sem tudom, hogy melyik az eleje, melyik a hátulja, hogy mit kell pontosan csinálnom. So something like this. Like this, yes. Hát igazából ennyi van, hogy rajta állok ezen az izén. És ha elvezek, akkor elvileg mozdulok valamerre, de az az igazság, hogy egyáltalán nem tudom magamat irányítani. És arról sem vagyok meggyőződve, hogy ennek az egésznek van bármi értelme, de ha van bármi értelme, akkor én most pont azt csinálom. Nem hagynak meglógni, és a pocsolyából bezavarnak az óceánba, úgyhogy most. This machine will
before we all go under. Problémáson indult a reggelünk itt Fuerteventurán. Nem találtuk a hotel szobáknak a kulcsát, amikor ki akartunk jelentkezni. Elfelejtettük, hogy nem reggeliztünk, amikor már el kellett volna indulnunk, de reggeli nélkül sehova sem szabad elindulni. Viszont időben ide értünk, minden rendben van, a kocsit leadtuk. A szállodából elengedtek minket, annélkül, hogy a kulcsot leadtuk volna, és itt vagyunk Fuerteventura kikötőjében, mindjárt felszállunk erre a hajóra, és húzunk át vele Lanzarote téra. Passaporter, passaporter. Miért kell nekem útlevél ahhoz, hogy átmegyek egy szigetre? Amikor otthon állt meg Csepelre, semmilyen papírt nem kérnek tőlem. Vágom a tegnapi adást, mert hogy itt most van fél óra arra, hogy vágjak, úgyhogy kihasználunk minden egyes lehetőséget, és ez egy lehetőség. De iszonyat bérák voltunk Robival. A terve az volt, hogy elmegyünk a semmibe. Most sikerült a létező legluzerebb módon megvalósítani, összeütközve egy kicsit. Legalább kétszer vettük fel a jelenetet, úgyhogy ez már patent. Szóval ez itt Lanzarote, a legészakibb és a legkeletibb sziget mindközül, ahol kb. 100 000-re laknak, és ahol megint kapunk egy új kísérőt, méghozzá Barbie-t. Hello. De milyen? Zumo de manzana, almás üdítő. Neked köszönjük. Is, ha meg tudod fogni, ha nem, akkor nem. Menjünk az udon, mielőtt eltaposnak minket ezek a Fuerteventuraiak. Az attól semmi óra nem számíthat az ember itt Lanzarotén. Las Salinas, a sóföldek, sólepárlók. Itt konkrétan annyi történik, hogy bejön a tengervíz, akkor elpárolgatják a tengervizet, és marad a só. És nagyon finom, nagyon sós. Ne sós só? Ez nem az a cukros só, hanem az a sós. Szóval ez itt mögöttem Lanzarote, amit hívnak a 100 vulkán szigetének is, és ez az elnevezés egészen pontos, hiszen a nem túl nagy sziget belsejében több mint 300 vulkán van. Mindenesetre ezek a szigetek már jó ideig lakottak, először itt voltak a Gancsék, akikről már meséltem néhány adással ezelőtt, majd megérkeztek a 14. században az olaszok. Lancelotto Malocello, így nevezték azt a kapitányt, aki megérkezett az olasz hajókkal, és igazából róla is nevezték el ezt a szigetet. Aztán az olaszok után megérkeztek a spanyolok is, és ők már tartósan be akartak itt rendezkedni, és ez volt az első sziget a Kanári-szigetek közül, ami 1402-ben behódolt a spanyoloknak, de tegyük hozzá, ők nem is akartak olyan nagyon-nagyon függetlenek lenni, és örültek annak, hogy jött egy erős hadsereg, ami vigyázott rájuk, mert Guanchénak lenni ezen a szigeten az nem volt akkora buli, hiszen nagyjából mindenki eljutott idáig, ugye a legkeletibb és legészakibb szigetről beszélünk, és az itt élő őslakosokat rendszeresen elcipelték rabszolgának. A kalózokon kívül volt itt más szívás is, például 1730-ban volt egy akkora földrengés és egy akkora vulkánkitörés, ami a termőföldek nagy részét úgy, ahogy van, elpusztította. Szóval, ha valamihez hasonlítani akarjuk Lanzarotét, akkor talán Isla
Izlandhoz lehetne, amit szintén minden szempontból szivatott a természet, meg az összes környező nép. Lanzarote a mediterrán Izland. Viszont 1824 óta nem tört ki egyetlen vulkán sem, úgyhogy elvileg viszonylag nyugodtan lehet itt össze-vissza kóricálni, és mi is pontosan ezt fogjuk tenni ma. Robiék meg befejezték a drónozást, úgyhogy tényleg indulhatunk. Na gyertek ti hárman! Azt szeretném elmondani neked, hogy ez a sziget eszeveszetten jól néz ki, és sokkal jobban néz ki, mint amire számítottunk, úgyhogy gratulálok. Köszönöm. Jó helyen vagy. A sziget nevében is köszönöm. Amit eddig hallottunk, hogy ez Kanári szigetek segjuka, ez teljesen nem igaz. Tulajdonképpen szegény Barbie-nak azóta, hogy idejöttünk, azt mondjuk, hogy minden egyes szigeten Lanzarotét szitták, és világsegjukárak nevezték. Ez természetesen nem igaz. Viszont próbáltuk ideg állapotba hozni, de nagyon kedves, mosolygós lány. Szóval úgy látszik, hogy a viaszénét csak kedves és mosolygós embereket alkalmaznak. Nem sikerült ideg állapotba hoznunk, de az igazság, hogy most már nem tudjuk tovább fenntartani a látszatot. Ez a hely őrületesen jó. Ez az övető! A folyamatos megdöbbenés állapotában vagyunk, szóval az elmúlt 50 percben, amióta megérkeztünk, többször esett le az állunk, mint nem. Our leaders make us fight. We don't know what for. If they want people killed, let them fight the war. It's gotta end somewhere. This killer's got to cease. If no one went to fight, we'd all live in peace. It's all left up to us. Our generation. Let's do just what we must. Straighten it out. Gotta straighten it out. Straighten it out. Straighten it out. Yeah, we gonna straighten it out. Yeah. As long as there's a you, there's a better me. It's why we're together and stronger than they ever thought it could be. És megnéztem, hogy veszel a kamera, mert mostában a reggomra egyáltalán nem reagál. Eszeveszett jó Lanzarote, szóval nem volt nekem semmi bajom Fuerteventurával, nem volt nekem semmi bajom Gran Canariával, sőt tetszett mind a kettő. De ez itt brutális! Olyan, mintha olyan, mintha egészen váratlanul egy amerikai science fictionben találnád magad, egy nagy költségvetésű filmben, amit CGI-jal generáltak le, csak itt minden kézzelfogható, itt minden igazi, itt minden vulkanikus, itt minden kemény, minden nagyon szikár. Csak annyi a gond, hogy jön húsvét, és mindenkit idevett a fene a Nemzeti Parkba. Olyannyira idevett mindenkit a fene, hogy konkrétan sorban állnak az autók, hogy egyáltalán eljuthassanak a belső parkolóig. Úgyhogy ezt most valószínűleg ki fogjuk hagyni, mert összesen nincs annyi időnk a szigeten, mint amennyit itt kéne várakozni. De tök mindegy, mert innen is őrült jól néz ki a táj. Egyrészt, másrészt meg beküldi Robi a drónt, úgyhogy az majd megmutatja nekünk, hogy miről is maradunk le. Egyébként, hogy konkretizáljuk, hogy hol is vagyunk pontosan, ez a Timanfaya Nemzeti Park. A forgatási engedélyünk van, csak bejutni nem tudunk. Őszintén szóval, amikor az Inviával elkezdtük tervezgetni az utakat, akkor felmerült az is, hogy menjünk el Izlandra. És arra azt mondtam, hogy szerintem felesleges, mert nagyjából mindent végigjártunk Robival tavaly, amit lehetett, vagy legalábbis ami idén szóba került, az ugyanaz az útvonal lett volna, mint amit tavaly egyszer már bejártunk. És akkor ehelyett jött a Kanári-szigetek. Viszont ez tényleg olyan, mintha az ember visszajött volna Izlandra, csak közben minden nagyon meleg, és hogyha ez lehetséges, akkor még kopárabb, még szikárabb az egész. Vesznek minket kamerával, ahogy mesélek nektek, mert ez érdekes. Szóval, hogy ez tényleg borzasztóan lehet szeretni, és azt mondom, hogyha ellátogattok ezekre a szigetekre, nyilvánvalóan ne csak Lanzarotét nézzétek meg, de hogyha csak egyet nézhettek meg, az legyen Lanzarote. Ha meg van több időtök és több szigetet is meg tudtok látogatni, akkor ez mindenféleképpen legyen közötte. Beszarás ez a hely! Barbie akármit mond. Nem érdekel akármit minket. Mond, nem azt, hogy nem érdekel minket. Nem érdekel, nem. Akármit mond. Úgy vezeti fel, hogy erről már biztos tudtok. Na most az a kínos, hogy még eddig egyikről sem tudtunk, úgyhogy ebből most vagy az erők, hogy rendkívül műveletlenek vagyunk, vagy hogy őnek olyan természetes. Tehát hogy vagyizik ezzel, hogy ő ezt tudja, és nyilván ez evidens. Melyik a templom? Nagy templom ott mindjárt, és tényleg szép ki. Melyik a nagy-nagy templom? Ez itt? Az a fel, megyünk tovább, és ott jön, igen. Az a nagy-nagy templom? Mindjárt, igen. De tényleg az az? Igen. De
Mi az, hogy nagy-nagy templom? Hát ez a legkisebb nagy templom a világon. Én értem, hogy te már itt laksz egy ideje, de azt mondtad, hogy Budapesten nőttél fel. Igen. Akkor nézzük meg a nagy-nagy templomot. Hogyha egy kicsit elkezdek ágaskodni, akkor felérem a tetejét, nézzétek csak! És ez itt Famara, ahol az utcán ilyen kis úszók mászkálnak. Szóval ez egy olyan halászfalu, ahol konkrétan az utcában is homok van a földön. Nagyon jó ez a hely, nagyon jó az egész szigeted. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, és nagyon örülünk, hogy itt eszünk. A legjobb kajákat ilyen műanyagszékes helyeken tudjátok enni. A homokban persze attól, hogy műanyagszék van, még lehet szar a kaja, viszont hogyha egy olyan valakivel jössz, aki ismeri a helyet, akkor ő tudja, hogy melyik az a műanyagszékes hely, ahol a legautentikusabb kajákat kóstolhatod. És ez most elvileg olyan lesz. És nézzétek csak, hogy ki van a sziget legmenőbb autójával. Itt néni. Nem nagyon idős, de régen volt már hippi. És mégis mennyire tudja, hogy milyen autóval kell ide jönni. Ennek a felvételnek nem örülne, ha látná, de nem fogja látni. As long as there's a you, there's a better me. It's why we're together and stronger than they ever thought it could be. A world motherless can help care cover this. A love for all people, no matter what the culture is. Ez meg ilyen fokhagymás rák, szóval ipari mennyiségű olívaolajban, rengeteg fokhagyma és rák. És nagyon forró. Igen, és azért kell odafigyelni arra, hogy ne égesd el a nyelvedet, mert utána nem érezni semmit, pedig egy csomó jó kaja jön még. Ez így, hogy gyakorlatilag iszod mellé az olívaolajat, nem annyira egészséges, meg nem annyira diétás. De kit érdekel? De kit érdekel? Ez a para él? Ez annyira jó. Robi, te már ettél ilyet tavaly Barcelonában. Alioli, por favor. Ez, ennek az illata, szóval ez egy füstölt paprika, ami rajta van ezen a polipon. És őrült jó az illata is, meg az íze is. De te emlékszel arra, amikor ezt ettük tavaly Barcelonában, és jó volt? Iszonyú finom volt. Na ez az. Bestiálisan jó kaja. Tök érdekes, hogy itt Famarában szemben azok a halászfalvakkal, amiket ismerhetünk, nincs olyan partszakasz, nincsen olyan sétány, ami a tengerre néz. Szóval mutatom, mi van helyette. Hát ilyesmi. Ez van itt. És most valakinek a házában sétálgatok, úgyhogy innen kiszállunk. És a legtöbb nyaraló paradicsomban haszonállat sincs a strandon. Ez itt a legtengerparti sétányosabb része az egész településnek, de azért hát... Ez sem egy kán. Our generation is making huge strides. A self-empowering movement that's on the rise. The more the doors open, the more the youth can see. A fair chance means a greater opportunity. És ez azért alapvetően fantasztikus, hogy miközben a világ legtöbb kedves kis halászfaluját szétcseszte a turizmus, és igazából már csak nyomokban emlékezhet a régi önmagára, itt Lanzarotén nagyon odafigyelnek arra, hogy mindent megőrizzenek az eredeti formájában. És ez a falu egy remek példa arra, hogy hogyan élhet meg egymás mellett a turizmus meg a régi világ, hogy hogyan lehet megőrizni az eredeti értékeket úgy, hogy nem riasztunk el innen mindenkit, és mondjuk működtetünk egy éttermet is a parton, miközben a part az körülbelül úgy nézhet ki, mint 50-100 évvel ezelőtt. Itt akarok lakni. Ezt akarom megvenni magamnak, én itt akarok lakni. Kik ezek az emberek? A lakásomban vannak. To have a brighter future, deeper insight. Work hard to be anything you want in life. It's what it's all about, the longevity. És ez itt mögöttem már a Castillo de Santa Barbara, ami itt van egy magaslat tetején, és innen be lehet látni majdnem az egész szigetet, de legalábbis a sziget melletti partokat, és ez azért volt nagyon praktikus, hát pont azért, amit már említettem nektek, mert a kalózok előszeretettel támadták meg ezt a szigetet, és innen nagyjából nyomon lehetett követni, hogy mi történik a tengeren. De most alapvetően nem erről a korról akarok beszélni nektek, ami már az 1500-as, 1600-as évek, hanem ugorjunk egy kicsit vissza a spanyolok elé. A guancsék idejére. Ők voltak az óriás szőkék Afrika mellett az Atlanti óceánban. És ezeknek a guancséknak minden szigeten más szokásuk volt, hasonló életet éltek, de mindig mindenhol volt egy kicsi eltérés. És az egyik legizgalmasabb guancsa közösség az itt élt Lanzarote szigetén. Itt ugyanis valahogy felborulhatott a nemeknek az egyensúlya, minden esetre egy háztartásban nagyon sokszor egyetlen nő és három darab férfi volt. És ebből a három férfiból minden hónapban egy volt a férje, a másik kettő meg szántott és vetett. Ami azt jelentette, hogy a férjek két hónapig szántottak, vetettek, és egy hónapig töltötték be eredeti funkciójukat. És még ennél is sokkal izgalmasabb La Gomera szigete, ahol ilyen igazi hippi közösségként éltek a guancsék. Ez praktikusan azt jelentette, hogy mindenki pucéra járt mindenhova, mindenki közösült mindenkivel, és csak az apát tartották számon. Szóval a mai szemben nézve egy ilyen nagyon idilli világ volt itt, ameddig meg nem érkeztek a spanyolok, hogy tönkrevágják az egészet. De az a helyzet, hogy megteremtettek egy másfajta idillit, és itt Lanzarote szigetén egyszerűen nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire jó lenni. Szóval most az, hogy Barbie rány szólt, hogy valamit vegyek itt balra, mert elő fog bukkani valami, és... Azt a kurva! Ha
Graciosa szigete. 500-600 ember lakja. Az egész sziget igazából egy kis tengerpart. Ugye homok van az utcákon, nincs lebetonozva semmi. Ugyanúgy, van mint az kicsi... előbb a kis halászfaluban? Olyasmi. Aha. És van egy-két jeep a szigeten, és ennyi. Se autó, se semmi. Megnézzünk egy barlangot, aminek lukas a teteje, és én nem tudom, hogy ez technikailag így nevezhető egyáltalán barlangnak. Vagy inkább csak egy folytonossági hiánynak a földben. César Márika alakította ki. Ez például egy természetes belső tó, albino kicsi fehér. Ez egy természetes belső tó, ez César Márika alakította ki. Jól érzem, hogy ő egy ilyen meghatározó figurája az abszolút egész szigetnek? Tehát, hogy nagyjából mindenki igen úgy ugrál, hogy ő fütyült? Hát annó igen, igen, tehát ugye a házak is azért fehérek, meg rengeteg mindent létrehozott, kialakított isteni ötletei voltak szerintem, és így aztán különleges a sziget, teljesen más jellegű, mint esetleg a többi. Este 9:30 van, és ez a napnak az a része, amit már nem szoktatok látni, ilyenkor általában vágni szoktunk olyan éjfélig, fél egyig-egyig, úgyhogy meglehetősen későn feküdtünk le minden egyes este a túra során. Most az a különlegesség, meg az a fordulat a sztoriban, hogy nem én vágok, hanem Robi fog színezni, mert a tegnapi merőben kísérleti adásunk, amivel kapcsolatban azért van bennünk egy csomó kétség, hiszen az egy olyan adás, amiben egyáltalán nem beszélünk, és csak ilyen klippeket mutogatunk, de ezt már láttátok, mire ez az adás lemegy, csak akartam, hogy tudjátok, hogy van bennünk azért némi kétség ezzel kapcsolatban. Szóval ahhoz nagyon szép jelenetek kellenek, és Robi ezeket meg fogja színezni. Hol vagy? Ott. Úgyhogy ő most a drónjával játszik, de alapvetően aztán nekiáll a két laptoppal, és dolgozik. És amint készen vagyunk, lefekszünk, mert holnap mikor kell kelnünk? Ilyen 5 óra 50-kor? Ugyanis utazunk át... Tenerifére. Holnap onnan jelentkezünk. Na, sziasztok! És ez most már a tök utolsó sziget, mármint ezen a túrán, ez az utolsó kanári szigeteki sziget, amit bejárunk. Amint leszálltunk, egyből kiderült, hogy különbözik a többitől, mert még a másik három, ahol eddig jártunk, az tök kopár volt, ez nagyon-nagyon zöld. Viszont talán ezzel összefüggésben itt van eddig a leghidegebb. Pulóvert kellett felhúznunk, és nagyon borús az idő. Tiszteletbeli főkonzul! Nagyon összi Csaba, nagyon örülök. Na, csapjunk a lovak közé, nézzük meg Tenerifét. You say you love me and you're thinking of me, but you know you could be wrong. És ez most már Candelária, itt kezdjük a napunkat, ahol meg fogjuk majd nézni azt a bazilikát. Amint összeszedtük magunkat, olyan 4 óra alvás van bennünk, és éreg darabokban vagyunk most már lassan egy hete. Űzzük saját magunkat, úgyhogy iszunk egy jó kis kávét, és utána megnézzük azt a bazilikát, aminek nagyon-nagyon izgalmas a története. És addig is hadd mondjam el, hogy csodálatos tengerillat van. Nem itt, mert itt most valami rohad mellettem, de alapvetően ezen a partszakaszon van a legtengerillatúbb tengerillat eddig. Pedig folyamatosan tengerillatban vagyunk, amióta eljöttünk otthonról. Megyünk egy kávét, hogy értelmesen is tudjak beszélni, ne csak így össze-vissza. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. Jósefben van ilyen sürítette is, ugye? Igen, ez a, amit a Gran Canaria lecse-lecse néven mondanak, az ilyesmi plusz még az alkohol? Igen, a lecse-lecseben ugye csak a sürítette és a sima tej van. Iszonyatosan édes az is, tehát ez is ugyanannyira édes, plusz még alkohol is van igen benne, meg fahé. Hát nem spórolnak az ízekkel, azt látom, cukrot azt akkor nem kell belerakni. Ezt miért hozták ki? Mert általában beleteszik a helyeket. Beleteszik? Képzeljétek el egy kávét, amiben elve benne van egy ilyen 5 merő kanál cukor, és akkor hoznak még mellé egy keveset. Nagyon édes, de és itt is megvan az a kapuciner hatás, mint a lecselecsénél, csak közben egy kicsit marja a torkodat, mert benne van az alkohol, de jó. Annyira, de annyira édes, hogy konkrétan csokoládé és csúros teszünk mellé, hogy elnyomassuk az édességét. I just can't do that, done.
I just can't beg you anymore. I'm gonna let you pass. Szóval ez itt a bazilika mögöttem, ami több szempontból is érdekes. Egyrészt azért, mert a Kanári-szigeteken nincsenek igazán nagy templomok, vagyis amikről azt mondják, hogy nagy templom, az valójában egy nagyon pici templom. Elég csak arra gondolni, hogy Lanzarote-n Barbie mire mondta, hogy az egy nagy templom. Valamire, amit máshol kápolnának hívnának. De a bazilikának nem csak az az érdekessége, hogy baromi nagy, mármint hogy Kanári-szigeteki mércével baromi nagy, hanem az is érdekes, hogy itt törzik a Fekete Madonnát, ami a szigetek védőszentje. És ez a Fekete Madonna tulajdonképpen egy szobor, amit még a spanyol hódítás előtt találtak a Guanchék, az itt lévő őslakosok, akiknek láthatjátok is a szobrait. Ez itt nem az összes Guanche, ezek csak a vezetőik, akik 9-en voltak. Ennek a területnek a királya, a Mensei, ő volt. Olyan fura egy férfi seggel őt beszélni. Keresünk egy másik szöget. Szóval ő békésen ott tücsörgött a palotájában, amikor a parasztogaik itt éltek, egyszer csak találtak egy fekete madonnát a semmi közepén. És az itteni férfiaknak nem volt szabad szóba állniuk másmilyen területről érkezett nővel, úgyhogy csak így megpróbálták elhesegetni, de a szobor az istenek nem mozdult, hiszen szobor volt. Elmentek a Mensei palotájába, ami egy barlang volt, elpanaszolták neki a bánatuk, mire a Mensei rájuk parancsolt, hogy igenis visszamentek és elzavarjátok őt. Viszont a helyiek annyira féltek a szobortól, hogy ahelyett, hogy szóltak volna neki, inkább megvagdosták magukat és visszamentek a Menseihez. Azt állítja, hogy valami boszorkánysággal van dolguk és egyszerűen képtelenség az asszonyt legyőzni. Na akkor a Mensei felhúzta magát és azt mondta, hogy visszamentek és idehozzátok nekem azt az izét. És a parasztok oda mentek hozzá és azt vették észre, hogy amint hozzáértek az izéhez, begyógyultak a sebeik. És ekkor jöttek rá, hogy valami csodálatos jelenséggel van dolguk, onnantól kezdve szentként tisztelték ezt a szobrot, amit aztán a spanyolok is elkezdtek szentként tisztelni, amikor ide kerültek, és az 50-es évek óta ez a szobor a szigetek védőszentje, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon helyes kis bazilikában van. És most már itt vagyunk Santa Cruz külsőn. Santa Cruz az Tenerife-nek lényegében a fővárosa. És maga a város az nem annyira szép, de azért vannak benne érdekes helyek. Például ez a terület, ahol most járunk. Ez itt mögöttünk egy Marike szobor. Őre emlékezhettek az előző adásból, Lanzarote-ról, hiszen Lanzarote-nak ő volt az egyik ikonikus alakja. Egy olyan művész, aki alapvetően meghatározta Lanzarote arculatát, de aki hatással volt Tenerife-re is. De ez a hely nem csak ezért érdekes, hanem azért, mert itt van ez az erőd is, ami megvédte a várost az angolok támadásaitól, akik három nagy hullámban is megpróbálták bevenni a város az 1600-as évek közepétől az 1700-as évek közepéig sikertelenül, és még maga Nelson admirális is megpróbálta bevenni a várost, és neki sem sikerült, olyannyira nem, hogy a karját is konkrétan itt vesztette el valahol, és mivel nem vitte magával, ezért aztán itt lenne érdemes körülnézni, hogyha esetleg keresné. Az meg ott az auditorium, ami a hullámok közül előbukkanó hajót szimbolizálja. Már attól függ, hogy hogy nézed, mert én inkább azt látom benne, hogy egy hajó éppen átfordult, és a vitorláival elindult lefelé a vízbe. Ezeket a képeket meg itt mögöttem mutatom, hogy hol vagyunk, szóval itt az auditorium mellett, szóval ezeket a képeket a sziklákra meg egy bolgár hajléktalan csinálta, aki megérkezett ide a szigetekre, és hát alapvetően nagyon zavarban volt attól, hogy itt van ez a gyönyörű auditorium, de hogy túlságosan fehér. És ő színeket akart látni, úgyhogy idejött hajnalonként és elkezdett festegetni. A hajnalhelyként úgy kell érteni a Kanári-szigeteken, hogy ilyen 6:30 és 9:30 között. És idejött minden nap, és lefestett egy-egy híres zenészt, és a helyiek teljesen meg voltak őrülve, hiszen 9:30 előtt itt még senki sem volt ébren, úgyhogy úgy tűnt, mint a csoda történt volna, hogy hirtelen a sziklából belőkerültek ezek az arcok. You say you disturb me and you don't deserve me, but you know sometimes you lie. És ez már itt a főváros belseje, Santa Cruzé. És most, hogy itt vagyunk, néhány szóban összegezzük, hogy mit érdemes tudni Tenerife-ről. Hát egyrészt az, hogy Tenerife és nem Tenerife. Másrészt a Kanári-szigetek közül itt laknak a legtöbben, körülbelül 900 000. És ezt a szigetet fedezte fel legelőször a turizmus, ami azt jelenti, hogy hát jó tele van turistákkal. További érdekességek. A sziget legmagasabb pontja a 3718 méter magas tej, de ami egyben Spanyolország legmagasabb pontja is. És a sziget zsenialitása abban rejlik, hogy szemben a többi Kanári-szigeteki szigettel ez nagyon zöld. Ezért is hívják egyébként az Örök tavasz szigetének, ami egy elég menő brand. A főváros Santa Cruz de Tenerife egyébként a sziget északi részén fekszik, és régebben mindig ide érkeztek a turisták, viszont az utóbbi időben már annyira kiépült a turizmus a déli oldalon, hogy... Persze! Ó, hát magyarokkal találkozunk, nem? Köszi!
Szívesen, ugyan már. Hello, hello, szia, Patrik. Magyarorsi Csaba. Nagyon királyk, hogy dehogy. Nagyon köszönöm. Hol is tartottunk? Szóval, hogy a déli oldalon most már sokkal több a turista, mint itt az északi oldalon, mert alapvetően azért amiatt jönnek ide az emberek, hogy nyaralgassanak, meg pihengessenek, amire a klíma miatt aztán van is bőven lehetőségük. Egyetlen probléma van, hogy a tengerpartok, hát azok igen-igen kopárak, mert az áramlatok azok elhordják a homokot innen, úgyhogy folyamatosan Afrikából hordják a homokot a tengerpartra, hogy igazi, hát hogy igazi tengerparti érzése legyen az embernek. Szóval, hogy tök jó város Santa Cruz, olyan gyarmati stílusú épületek vannak, amiket azért a többi szigeteken nem nagyon láttunk, szóval urbánusabb, mint mondjuk Lanzarote, ahol a legmagasabb ház kb. Ilyen magas. Persze annak is megvan a varázsa, de ennek is megvan a varázsa. You say you're shaking and you're always aching, but you know how hard you try. És hihetetlen élmény ezeket a hegyeket nézni, azok után a hegyek után, amiket az elmúlt napokban láttunk. És az, hogy csak 100-150 kilométer van a szigetek között, szóval az egyszerűen szürreálissá teszi a szigetek közti különbséget, hogy az egyik az teljesen kopár, holdbéli táj, egy nagyon picit odébb jövünk, és mint a Közép- vagy Dél-Amerikában lennénk. Minden zöld, minden tele van növényzettel, és sehol semmi kopárság. Ilyen közel a többi szigethez. És onnan jöttünk, nézzétek csak! Ott van az auditorium. Tudtad, hogy ez Spanyolország legmagasabb pontja? Ez nem, a tejde. Az. 3200? 700. 3700? Valamennyi. Meg az apró. Szóval valóban itt lakott Franco, és olyannyira itt lakott, hogy a polgárháborút azt erről a szigetről indította. Itt szedte össze a kemény magot, amivel aztán átutazott Spanyolországba. És ebből egy rettentően vére, szörnyűséges polgárháború kerekedett. Hogyha esetleg érdekel titeket, hogy mi történt ott pontosan, akkor érdemes Hemingwayt olvasni. Kellően horrorisztikus az egész, szóval ott mindegyik fél alaposan gyepálta a másikat, rengeteg halálos áldozat volt, és rengeteg brutális dolog történt a polgárháború évei alatt. És a polgárháború után kezdődött Franco diktatúrája, amire azért Spanyolország nagy részén nem emlékeznek olyan nagyon-nagyon szívesen vissza, viszont valamiért ezeken a szigeteken, és főleg Tenerifén, a mai napig szeretik a tábornokot, ott vannak mindenfelé a szobrai, és úgy emlékeznek a diktatúrájára, mint valamiféle aranykorra, amikor minden rendben volt, meg közbiztonság volt, meg nyugalom volt, és az, hogy nem igazán voltak politikai szabadság jogaik, meg az, hogy nem igazán volt pénzük, csak a földet túrták paradicsom után, az nem annyira zavarja őket, mert úgy gondolják, hogy a nyugalom megér ennyit. Azt gondolom, hogy az embereknek vannak ilyen romantikus elképzeléseik a diktatúrával kapcsolatban, mondjuk 30-40 évvel a diktatúra után, de azért benne élni egy diktatúrában az mindig nagyon-nagyon szar. Úgyhogy bánjunk nagyon óvatosan azokkal, akik nosztalgikus érzéseket próbálnak kelteni bennünk ezekkel az időszakokkal szemben. Tök mindegy, hogy a világ mely országáról beszélünk. De azért ez nagyon szép, szóval ez teljesen váratlan élmény nekünk a többi sziget után. Hogy... Tehát itt mindig kellemes az idő, ugye? És sosincs nagyon meleg, meg nagyon hideg se? Kivéve, amikor kalima. A kalima, hát ez a kalima. Nem lehet olyan messze menni Afrikától, hogy a kalima az ne szívassa meg az embert, hogyha megérkezik. De az csak egy pár nap. De hogy az évben pár nap, vagy... Minden alkalom, amikor ide érkezik, pár... akkor pár csak pár nap, és olyan pár naponta jön. És most irány a tejde. Most már elég jól állunk, mindjárt fenn vagyunk a tejdén, olyan 2400 méter magasan vagyunk, mondjuk a hegy az még egy kicsit odébb van ott. És ez egy hatalmas természetvédelmi övezet, konkrétan a második leglátogatottabb nemzeti park a világon, az első a Yellowstone, és a leglátogatottabb Európában. És tökre lehet érezni, hogy ritkább a levegő, átmásztam itt és elkezdtem szuszogni. Itt már hiába vesz az ember levegőt, azért az nem olyan, mint a tengerszint környékén, vagy 100-200 méteren, itt már kihívás, szóval. Egyszer futottam ilyen 2800 vagy 3200 méteren, nem is olyan sok, egy fél kilométer vagy valami hasonlót, és utána fél órán keresztül fájt a fejem, és alig kaptam levegőt, csak hörögtem. Úgyhogy azért itt fent egészen más mozogni, mint odalent. Ez itt a tahinaszte, egy olyan növény, ami sehol máshol nem található meg igazán, leginkább csak ebben a nemzeti parkban. És az év nagy részében ilyen kis csúnyácska, aztán május végén, június elején piros virágba borul, utána egy kis ideig zöld, aztán megint ilyen csúnyácska. Köszönöm.
Csodálatosan komor ez a táj itt az ősvulkán közepén. Ez egy 125 négyzetkilométeres terület, és borzasztó drámai az egész. Alapvetően mindenhol sziklákat látunk, meg olyan növényeket, amik, hát amik nem a tavaszt idézik, hanem olyanok, mintha valamilyen science fiction vagy misztikus film díszletei közül léptek volna elő. A NASA is kísérletezett itt a marsjárókkal, mert hogy arra jutottak, hogy ez a táj a Földön van a legközelebb ahhoz, amivel a Marson érdemes számolni, úgyhogy itt tesztelgették az új járműveiket, hogy megnézzék, hogy bírja-e majd az a marsi talajt is. És bár maga a tej, de nem olyan őrületesen magas, hiszen kevesebb, mint 4 kilométeres, úgyhogy ehhez képest például a Kilimandzsáró jóval több, de mégis ez a világon a harmadik legmagasabb vulkanikus hegy két Hawaii-szigeteki hegy után, ugyanis a hegynek a magasságát azt nem a tengerszinttől kell nézni, mert a tengerszint alá még bemegy jó 4 kilométer mélyen Tenerife, ami azt jelenti, hogy a hegy lábától a hegy csúcsáig több mint 7 kilométer van. Igen, Tenerife mélyebb a tenger alatt, mint amilyen magas a tenger fölött. Egyébként ennél sokkal följebb, mert csak a drótkötélen lehet jutni, vagy gyalogosan. Viszont most a kötélpálya éppen nem működik, gyalog meg nincs időnk feljutni, úgyhogy húzzunk tovább! Ez pedig itt Tenerife egyik fő nevezetessége, a Loro Park. Ami elég fura, mert alapvetően mégiscsak egy állatkertről beszélünk, és jellemzően egy ilyen nagy történelmi múlttal és hihetetlen tájegységekkel bíró szigetnél. Mondjuk szokatlan az, hogy egy állatkertet emelünk ki a leginkább, de valahogy mégis így alakult történelmének, hogy aki egyszer eljön Tenerife-re, az biztosan eljön a Loro Parkba. A másik hely meg, ahova majdnem mindenki elmegy, ez a Siam Park, és az a vicces, hogy a Loro Parknak meg a Siam Parknak ugyanaz a tulajdonosa van, és bár a két park neve alapján gondolhatnánk, hogy ez a fickó tájföldről jött, nem, ő egy német. Méghozzá egy olyan német, aki a fő pillanatban érzett rá nagyon-nagyon arra, hogy a turistáknak mire lesz majd is szükségük, és két fantasztikus világot is berendezett Tenerifén. Na most az ilyen parkban nem megyünk el, viszont a Loro Parkban azért mégiscsak körülnézünk, mert ez több szempontból is egy különleges állatkert. Egyrészt, mert ide nem csak úgy behányják az állatokat, hanem nagyon foglalkoznak velük, már túl azon, hogy próbálnak olyan életteret is kialakítani nekik, ahol többé-kevésbé jól érzik magukat. De gondot fordítanak arra is, hogy megmentsenek olyan állatokat, amik már a kihalás szélére sodródtak. Maga a park neve a Loro is azt jelenti spanyolul, hogy papagáj, és alapvetően azért hívják így, mert minden papagájokkal indult. Még a 70-es években, amikor ilyen 10.000 négyzetméter volt a park, szemben a mostani 100.000 négyzetméter, kb. 150.000-es, és nézzétek, itt vannak az aranyos kicsi raptorok. Raptorokat nevelnek? Tényleg? Szóval ez a kis csirkekeltető is arra való, hogy a papagájok azok egészségesen tudjanak fejlődni, és néhányat majd visszatelepítenek a természetes élőhelyükre, ahol már a kipusztulás fenyegette őket, de amióta a Loro Park elkezdett évtizedekkel ezelőtt gondolkozni ezen a problémán is megoldást találni rá, azóta nagyon sokat javult a helyzet. És intelligencia kutatásokat is végeznek a papagájokon. Hogy hívnak? Nem tűnnek nagyon okosnak. Egyébként arra jutottak, hogy kifejezetten intelligensek a papagájok, és még arra is alkalmasak, hogy egy kicsit tanítod őket, hogy egy tabletről kiválasszák azt a menüt, amit el szeretnének fogyasztani. És a Loro Park azzal is foglalkozik, hogy tájékoztassa azokat az embereket, akik például a papagájok természetes élőhelyei közelében élnek, például Kolumbiában, és elmagyarázzák nekik, hogy miért nem jó az, hogyha levadásszák ezeket a kedves kis állatokat. Szóval igen, itt cél az, hogy a parkon túl is folytassanak valamilyen tevékenységet, és hogy alapvetően javítsanak azoknak az állatoknak a sorsán, amik hát amik itt is megtalálhatók. És van egy rendkívül nyomasztó tájékoztató is arról, hogy ahogy növekszik az emberek száma a Földön, úgy csökken az erdők területe. És itt érdegélnek a papagájok. Szóval látjátok, itt azért igen-igen jó dolguk van ahhoz képest, amit az ember elképzel arról, hogy hogyan élnek az állatok az állatkertben, és mondjuk Magyarországon is nagy hangsúlyt fektettek már az ilyesmire, és elmentek például a budapesti állatkertbe, vagy elmentek a győri állatkertbe, akkor ott is lehet csodákat látni, meg mindenfelé, de ez nagyon durva. És itt konkrétan azzal, hogy mész nyugodtan, mit sem sejtve, és össze-vissza repkednek keresztül kasul a papagájok. És akárhova nézel, ott van egy papagáj. A Jurassic Park 3-ban volt ugyanilyen rész, ahol a pteranodonok repkednek. És ahogy egyre feljebb érünk, egyre nagyobb testüdögök vannak mindenhol. Nézzétek csak, hogy itt milyen nagy szörnyek vannak már! Jó étvágyat, fene az ízlésed! A Lívia me Maria, Lívia me la motro beso.
Itt vannak például ezek a helyes kis képpapagájok, ezekből már csak egyetlen hím példány maradt fenn a földön, amikor a Loro Park elhatározta, hogy valamilyen módon segít nekik, és nem itt, hanem a szintén a szigeten található állatmentő központon elkezdték szaporítani az állatot, és most már több mint 1200 év belőlük Kolumbiában. Aliviame, Maria, aliviame, dan otro beso de jere, mañana te lo pagaré. És ott abban a házban, ott lakik Wolfgang Kissling, ő alapította ezt a parkot, és a mai napig a park közepén él, esténként meg amikor bezárnak, akkor ő kijön innen és körbesétálgat és megnézi az állatokat. És mit fogunk itt enni? Mi? Itt tesszük a pucsérot, utána a gofiót. Kanári szigeteken úgy általában fogyasztják, de miután ugye ezek elég nehéz ételek, inkább a hegyekben, a hidegben. Na, ez az eszkádon. Ami? Ez az, ami gofió, aminek gofió az alapja. Ez egy pörkölt gabona őrlemény. Aha, ja, ez az a láncsekaja. Amit aztán összekevernek, igen, egy húslével, vagy egy húsos alaplével, ők belekevernek szalonnát, és ezt teszik a hagymával, paradicsommal és a fohóval. Veszel egy ilyen adagot így a tányérodra, arra teszel egy kis szót. Nekem az első részik. Ez a puccero canario. Ez annak a levesnek a sűrűje, aminek a levét felhasználták ugye az eszkádon készítéséhez. Ezek a főtt dolgok, ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag, mint a levezöldség otthon. Igen. Levezöldség olajjal és ecettel. Levesz zöldség, olajjal és ecettel. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. És ez itt egy babér erdő, ami önmagában nem tűnik olyan nagyon érdekesnek, hiszen ki a francot érdekel egy babér erdő, de azért ez mégiscsak egy kicsit különleges, mert a világon nagyon kevés helyen maradt fenn ez a növényzet, egészen pontosan itt a Kanári-szigeteken, meg Madeirán, meg az Azori-szigeteken. Úgyhogy gyakorlatilag ez is egy olyan hely, ahova érdemes ellátogatni, hogyha Tenerife-n jártok. És élvezni a békét, meg a nyugalmat. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gusta... Garacsikorról két dolgot érdemes tudni. Az egyik az, hogy nagyon meleg van itt. Ezért nem biztos, hogy egy általános érvényű igazság, viszont most tuti, hogy így van. Ahhoz képest, hogy április eleje van, hogy hol is járunk egyáltalán? Na mindegy, szóval az tuti, hogy április van, baromi magas a páratartalom, és iszonyat erővel süt itt mögöttünk a nap. Ami azt jelenti, hogy olyan nagyon sok mindenhez nincsen kedvem azon kívül, hogy csobbanjak most. Ott a tengerbe. A másik dolog, amit érdemes tudni erről a településről, hogy ez volt a Kanári-szigetek leggazdagabb városa egészen az 1700-as évek elejéig, amikor is történt egy hatalmas vulkánkitörés, és onnan mögülem hihetetlen mennyiségű láva zúdult a településre, és gyakorlatilag az egészet a földet tette egyenlővé. Viszont itt alapvetően jófej vulkánok vannak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem halt meg senki, szóval szép lassan napok alatt ért ide a láva, mindenki elmenekült, mindenki túlélte a katasztrófát, kivéve az építészet, meg az architektúra, mert a városból nem nagyon maradt semmi. És akkor alakultak ki ezek a természetes medencék is a láva folyások mentén, ahol a helyiek előszeretettel fürdőznek. Me gusta la mar, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdu. És azért nem múlt el nyomtalanul a régi Garacsikon, mert egyetlen ház megmaradt belőle. Egyetlen olyan ház, ami még a vulkánkitörés előtt épült, viszont az érthető módon nagyon masszívan az utcaszint alatt van, itt lent. Ez az épület tehát 1706-nál régebben épült. És hogy rendesen körbefolyta a láva, meg azóta ugye a városok amúgy is egyre magasabbak, mert az előző rétegre építkeznek, de ő megmaradt. Csak már... Fagyizni az kell. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Je suis perdu, mi corazón,
tengerparton! Ki a fasz érdekel a tenger? Nézd meg a kilátást! Nézd meg a kilátást! Ott a tejde csúcsa, látod a csücsköt. Aha. Tehát csak két dolgot lehet innen látni. A tejde csúcsát, a jacuzziból, meg a tengert. Nem, az óceánt. Óceánt. Me gusta la vecina, me gustas. Me gusta su cocina, me gustas. Vannak pillanatok, amikor ér utálni. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas.